egy egészen más világba fog vezetni bennünket. Mindjárt ki is veszem és megmutatom a maga élő valóságában. Kicsit nagyobb darab, mint amivel előbb találkoztam. Ez a kódex a humanista könyvkultúrába vezet át bennünket. Ami benne van, az egy világi szórakoztató olvasmány, Trójának a története, egy 13. században született mű, Itáliában született, Szicíliában, egy szicíliai szerző Guido da Colonnának a Historia Destructionis Troiae, vagy pedig Historia Troiana, sokféleképpen szokták emlegetni, amely mű egy még korábbi hasonló tárgyi munkára vezethető vissza, Benoît de Saint-Maur verses Trója történetére, a Roman de Troára. A különbség az előbb látott kéziratokhoz képest, hogy ez nem több művet tartalmaz a kódex, hanem csak és kizárólag ez van benne, és ez már is a humanista könyvkultúrának a jellemzője, elnézést, nem tudom kivívni. Hiszen amikor a helyjel is, tehát talán egy picit rá lehet látni már a kódexre, amikor a gazdag pergamennel is, vagy a drága pergamennel is ennyire bőkezően bánnak, ilyen szabad margókat hagynak meg, az már a luxusnak a jele, az már egy új világnak a jele, tehát mutatja, hogy ezzel a kódexszel már egy teljesen más kulturális szférába kerültünk. Tehát ez a mű található meg a kódexünkben. Van egy dátumunk is, szerencsés módon a kódex datált. Jól látszik, hogy 1470-ben másolták, itt nincs kérdés, a 15. század közepén járunk. Ez a kódex azért különleges többek között, mert hogy a magyar középkorba visz vissza bennünket. Sarda Gábor is említette az előadásában a hazai könyvgyűjteményeknek a mostoha sorsát. Nagyon sok minden elpusztult. Mezei László számítása szerint a középkorban körülbelül 55 ezer kódexszel számolhatunk, ami létezett hazánkban. Ennek csupán a 10%-a maradt fönn, mintegy 5 ezer kötet, és annak a nagy része is külföldön található. Ebből az 5 ezerből csupán 200 található ma Magyarországon. Az összes többi határainkon kívül. Éppen ezért mindig nagyon örülünk el annak, hogyha hazai, tehát magyar vonatkozású középkori kódex kerül a kezünkbe. Patacsics Ádám szerezte meg ezt a kéziratot, Zitának köszönöm, aki szintén kinyomozta, hogy egy 1782-es bécsi aukción került az ő tulajdonába, tehát vásárlás volt, nem maradt Magyarországon a kódex. Valószínűleg Patacsics érsek nem volt a tudatában annak, hogy milyen kincset vásárol, amikor ezt a kódexet beszerezte. A kódex történetére utal az utolsó oldal. Fönt láthatjuk, hogy valamikor ez a bécsi skót bencéseknek a könyvtárába tartozott. Ugye jól ismer mindenki ezt a helyet, illetve ezt a könyvtárat, ma is jelentős gyűjteménnyel büszkélkedhetnek. És itt az alsó bejegyzés mutatja, hogy 1583-ban is még ott van ez a kódex, ami még pedig az apátnak a tulajdonában. Majd pedig valahogy kikerül a gyűjteményből, és a 18. század végén a kalocsai érsek megvásárolja. Amiért nagyon különleges, több szempontból is különleges ez a kódex, hogy felmerült vele kapcsolatban már a korábbi kutatás részéről is, hogy Vitéz János személyéhez köthető. Ezt több szempontból vetették föl ezt az elképzelést. Az egyik a kötése. Koroknai Éva, a nagy kötéskutató meglátása szerint ez a kötés, amit meg közelről is meg lehet nézni, tipikusan olyan kötés, amiben Vitéz számára és részben Janus Pannonius számára is kötöttek az 1460-as évek végén, amikor Vitéz János már esztergomi érsek volt, tehát 1465 és 72 között.
és emiatt lehet, emiatt is már, emiatt is vitéz környezetében lehet ezt lokalizálni. Itt feltettem, tehát amit a képen látunk, az nem a kódexnek a kötése, azt majd így élőben meg lehet nézni. Két olyan párhuzamos kötés a vitéz könyvtárból, tehát a vitéz fönnmaradt kódexei közül, ami hasonló jegyeket mutat föl, mint ez a kötés. Minden bizonnyal Koroknai Évának teljességgel igaza van, ez egy vitéz kötés. A mestert is tudjuk, hogy ki volt, pontosabban szükségnével szokás illetni, ő az úgynevezett Egidus mester, akinek a tevékenysége nagyjából 30 évre tehető, 1459-től 89-ig, tehát egy ilyen egészen hosszú pályafutás, változnak a motivumai. A kutatás felteszi azt, hogy egy idő után Pozsonyban, illetve Bécsben működik ez a mester, de nem kizárt, hogy a 60-as évek végén Budán, vagy Esztergomban, szóval valahol az ország közepén, vitéz környezetében található. Előkerült a kötésben, a restaurálás során néhány töredék, ami majd itt lesz a kódex végén, ami egy előzetes vizsgálatok alapján a Bécsi Egyetem környezetébe lokalizálható ügyletekkel kapcsolatos oklevélből származik, és mivel tudjuk, hogy 70-ben készült a kódex, és minden bizonnyal akkor be is kötötték, azt mutatja, hogy ez a könyvkötő valószínűleg, hogy talán inkább tényleg Pozsonyba, illetve Bécsbe lokalizálható, inkább mint esetleg Esztergomba vagy Magyarországa, de ezek csupán spekulációk, hiszen a mesterek vándorolhattak, tehát nem okvetlenül kell őket konkrétan helyhez kötnünk. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy ez az időszak, amikor a 60-as évek második felében Vitéz létrehozza és fejleszti a Pozsonyi Egyetemet, tehát bizonyos jelek arra mutatnak, hogy az ő könyvkészítő tevékenysége talán nem választható le teljesen Pozsonyról sem, tehát nem okvetlenül kell az ország közepére, illetve Esztergomba lokalizálni. A másik elem, ami vitézhez köti a kódexet, az természetesen a bejegyzések. Ugye jól tudjuk azt, hogy mint ahogy Jakó Zsigmond megfogalmazta, hogy nem ismerünk a magyar középkorból még egy olyan könyvgyűjtőt, akinek a könyvekhez való viszonyából annyi intimitás maradt volna ránk, mint Vitéz János. Ezt Jakó így fogalmazza meg, és ez valóban így van. Ez a tudós főpap telejegyzetelte a kódexeinek a margóit. Azonban ezeknek a glosszáknak az azonosítása kérdéseket vett föl. Mi magunk is többféleképpen írunk. Funkciótól függően, lelkiállapottól függően, nagyon sok mindentől függően, és ez Vitéz esetében is így volt. Éppen ezért ez egy ingoványos terület, a vitéz kézírásoknak az azonosítása. Ezzel nagyon sokat foglalkozott a múltban Csapodiné Gárdonyi Klára, aki a Vitéz könyvtárnak a monográfiáját is megírta, és nagyon sokat tett ezen a téren. Ő feltételezi, hogy ebben a kódexben vannak Vitéz bejegyzések is. Azonban Csapodiné nem részletezi, hogy melyek ezek pontosan. Tény, hogy a kódexnek a margói tele vannak olyan jellemző vörös tintás bejegyzésekkel, amelyek Vitézre tényleg nagyon jellemző. Itt mutatok is egyet, egy kicsit megemelem a kódexet, talán így látszik, szóval a vörös tintes bejegyzések. Azonban, ha valaki egy picit is jártasabb Vitéz kézírásában, akkor ez látszik, hogy valószínű ez nem ő. De azért nézzük meg alaposabban ezt a kódexet ilyen szemmel. Ide kitettem egy bejegyzést, nem sok, de hasonló, vagy néhány hasonló stílusú, hasonló duktusú és formájú jegyzet található a kódexben. Ezek általában a tartalomra vonatkozó bejegyzések, mint amit itt is látunk, ugye ez Jászón és Méde a történetét jelöli meg, az argonautáknak a mítoszából, és bejelöli a margón azt is, hogy ez egy érdekes rész. És ott van egy kis kezecske. Na ez például Vitéz Jánoshoz valószínűleg, vagy nagy valószínűséggel Vitézhez köthető ez a bejegyzés. Az ő bejegyzései egyébként kategorizálhatók. Többféleképpen jegyzetelt. Vannak azok a bejegyzések, tehát két nagy csoportot lehet megemlíteni. Vannak azok a bejegyzései, amelyeket mint
Hát mint szerkesztő hoz létre a könyveiben. Ugyanis a kéziratosság korában, amikor a könyv kiadását még a kéziratnak a rendbetétele jelentette, tehát amikor lett egy végső változat, amiről azt mondták, hogy ez a végső tisztázat és ez a mű, tehát valahogyan azt is elő kellett készíteni, valahogyan azt is ki kellett adni. Jól látszik, hogy a fennmaradt vitéz kéziratok, illetve amiben ő jegyzetelt, azokon belül bizony jó pár olyan van, ahol maga az érsek helyezte el az ultima manuszt, tehát ő véglegesítette, ő adta ki a szöveget. Amit itt kivetítek, ez éppen az ő leveles könyve, a leveles könyvének a bécsi példánya, ami az eredeti kézirat, tehát ez az, amit ő kiadott. Ez most már biztosan mondható. Váradon keletkezett 1451-ben, tehát ez fönnmaradt és Bécsben van. Itt például nagyon, nagyon szépen követhető, hogy mit jelentett számára rendbe tenni és kiadni a szöveget. Ezek a vöröstintás vonalkák, ezek a tagolást jelentik. A bekarikázott kis betűcskék, ezek a lábjegyzetek, tehát hogy hogyan felelnek meg egymásnak a lábjegyzetek a jelei, tehát azok jegyzetek a leveles könyv tartalmához. Tehát jól mutatja, hogy mit jelentett kiadni a szöveget, mit jelentett a szövegkiadás. Ez egy másik vitézkódexből származik, ez a Victorinus Corvina, ami korábban vitézé volt, egy Cicero egyik művéhez írott kommentárokat tartalmaz, és ott láthatjuk vitéznek a bejegyzéseit a margón. Ezek elsősorban tartalmi jegyzetek, megint csak, tehát itt vitéz nem mint kiadó működik, hanem mint olvasó részben, de ugyanakkor látjuk az ő kiadói jeleit is, minden, ez a kézirat valószínűleg Váradon keletkezett, tehát ez is magyar, az ő környezetében született, de itt látjuk az ő kiadói működését is. Ott pedig a szélén fönt a fekete tintás bejegyzés, az pedig egy betorlás. Tehát amikor betold valamilyen kihagyott szövegrésznek, itt is gondozza a szöveget, az még többnyire fekete, nem teljesen következetes, de többnyire fekete tintával van egy ilyen kis ék alakú vörös bejegyzéssel. Tehát a bejegyzésének a funkciója változik. Ebben a kódexben azonban csak olvasóként van jelen, ez egy érdekes dolog. Az ultima manus az nem ő. Majd az előadás végén szeretném azt bemutatni, hogy végül is kicsoda, mert ez egy új eredményekindexsel kapcsolatban, hogy azonosítható, hogy ki volt az, aki az ő környezetében valószínűleg véglegesítette, vagy befejezte a szövegnek a kiadását. Nézzük még egy-két vitéz működést ebben a kéziratban. Itt egy nótajelzés, egy moralizáló részlet, hogy tele van ez a mű ilyen emberi, általános emberi viselkedésre vonatkozó bölcsességekkel. Ezeket itt is különösen kedveli, más olvasmányaiban is megfigyelhető. És itt pedig látunk egy olyan margót, ahol látjuk a szöveggondozó, tehát annak a személynek a bejegyzéseit, aki az utolsó fázisban beírja a tartalmi ilyen kis jelzéseket a margóra, ez is szokás volt, tartalmilag már a kódex másolásokor preparálták a szöveget, hogy orientálják az olvasót, részletes tartalomjegyzék hiány, és itt látjuk ezt a pici nótajelzést, ami valószínűleg vitéztől származik. Tehát ezek a kisebb, finomabb, csak úgy odavetett, valóban ilyen olvasók is jelek származnak tőle. De lényeg az, hogy valóban vannak vitézjegyzetek ebben a kódexben, tehát vitathatatlanul az ő tulajdonából, az ő könyvtárából származik. Tehát ez egy lényeges körülmény. A következő elem, ami miatt megint csak vitézhez lehet kötni ezt a kéziratot, az pedig maga az írás, a kódexnek az írása, a másoló. Ez egy humanista írás, amit látjuk már, Ági is rámutatott, hogy ez egy egyenesebb, egy tisztább, tehát ez már egy más írásfázis, egy más kultúrát tükröző írásfázis az európai írás történetében. Ez volt az utolsó kéziratos, hosszú-hosszú kéziratos történetben a humanista írás, amit aztán a könyvnyomtatás konzervált, és a mai napig ezt használjuk. Ebben az időszakban a humanista
fasiszta írás használata Magyarországon nagyon korai, Európában is, Itáliától északra, az Alpoktól északra, ez egy unikum, hogy nálunk ez ilyen korán és ennyire vettészen megjelent, és ez egy személy, illetve az ő tudós környezetének a törekvéseinek köszönhető. Vitéz rendkívül tudatosan próbálta meg terjeszteni, felismerte az új szellemi áramlatnak a jelentőségét, nagyon tudatosan terjesztette, nagyon tudatosan recipiálta önmaga is, nem csak tartalmilag, hanem vizuálisan is, és az írás az már ehhez a vizuális részhez vonható, miként a kézirat elrendezése, külleme, a kötés, tehát ez így együtt volt egy vizuális egység, és szintén nemrégiben sikerült rámutatni arra, hogy amit nem tudtunk egyáltalán korábban sem, hogy bizony vagy az ő környezetében működött könyvfestő, vagy pedig bécsi, tehát helyi mestert bízott meg azzal, hogy fessem neki, tehát az ő a környezetében keletkezett kódexeket fesse ki, de itáliai stílusban. És amikor Magyarországon a Vitéz környezetében kódexek készülnek, és festődnek ki itáliai stílusban, akkor az történik, hogy ezek olyannyira itáliaiak lesznek, hogy beleolvadnak a nagy itáliai reneszánsz humanista könyvanyagba, és a magyar kutatásnak mondjuk 120 vagy 150 évébe került, amíg eljutott oda, hogy ezeket leválassza az itáliai produkcióról, és bebizonyítsa, hogy ezek nem itáliai munkák, hanem hazai munkák. Na most a szkriptorok ennek a bizonyításához az egy fontos területet képeznek. A Corvina felől indulva sikerült azonosítani a Corvina könyvtárban, tehát amit itt látunk, ezek Corvina könyvtár, Mátyás könyvtára, egy olyan csoportot, amelyek bizonyos darabjairól, mondjuk ezekről a szerényebbekről korábban is feltételezték, hogy hazaiak. Mert vannak benne az írásokban olyan gótikus jegyek, apró jegyek, amelyek feltételezik. Illetve rájöttek arra is, hogy a pergamen is egy kicsit más anyagú, szóval feltételezték a magyar eredetet. De a Corvina könyvtárnak a közegébe, tehát a budai könyvtár közegébe vonták ezt a produkciót, illetve nem is volt ez annyira körvonalazva. Lényeg az, hogy olyan kódexek segítségével, amelyek nem kerültek be a Corvina könyvtárba, viszont ugyanazon a szkriptorok által lettek másolva, mint a Corvinák, csoportokat lehetett felállítani, szkriptorokat lehetett azonosítani, és pont ezek a be nem került kódexek bizonyítják, a Corvinában nem került kódexek bizonyítják azt, hogy ezek Vitéz környezetében keletkeztek. Csak később bekerültek a Corvinába, a budai itáliai mesterek kifestették őket, és teljes mértékben az itáliai könyvanyagba olvadtak be. Mi történt? Az történt, hogy amikor Vitéz Esztergomba került, és a lehetőségei talán bővebbek voltak arra, hogy kulturális célokra is áldozzon, egy víziót, egy épített ki, ami egy nagyon átfogónak, víziónak tűnik, az elitkultúra valamilyen szintű felemelés. Létrehozza az egyetemet, most már tudjuk, hogy a személyéhez, részben a személyéhez köthető ennek a kezdeményezése, a nyomdát ide hívja Hess Andrást. Átfogóan próbál működni. Azt, hogy Váradon az ő környezetében a saját használatára készültek kódexek, ezt Jakó Zsigmond már tudta, ő ezt összegyűjtötte. Azonban, hogy Esztergomban is, ráadásul nagyon szisztematikusan, ez nem volt ismert. És ez egy rendkívül jelentős mértékű, szisztematikus kódex produkció, könyvprodukció, ami párhuzamba állítható a nyomda alapítással. Tehát ugyanez a cél, ugye olvasmányokat, a tudós felemelkedést célzó eszközöket létrehozandó nyomtatnak és másolnak. Tehát szisztematikusan zajlik ez a dolog. Amikor ő összeesküszik a király ellen, és amikor ezt leverik, ezt az összeesküvést, ennek az egész folyamatnak, ami virágzik, teljesen váratlanul vége szakad. Váratlanul vége szakad, és befejezetlenül maradnak a művek az ő
környezetében, talán Esztergomba, és később bekerülnek a Corvinába, ahol ezeket képesték. Ezt így kell elképzelni. Ez a kódex, ez egy olyan másolónak a munkája, amely vitéz környezetében működött, és bizony vannak párhuzamos munkái a Corvina könyvtárban. Az egyik ez, Trapezuncius, Georgius Trapezunciusnak a grammatikája, a nyelvtani műve, ebből Corvina lett, és mint ahogy ebben, tehát a Guido da Colombában látjuk a dátumot, itt is itt van, hogy 1470. Tehát ez egy nekünk nagyon megfelelő dátum, tehát itt ez a kódex, ez egy ugyanakkor a szkriptortól származik, mint a Guido da Colomba kódex. Ez egy, megint csak egy új felfedezést, nemrég sikerült rámutatni, hogy egy ma Rómában őrzött Trapezuncius mű, amit Platón és Arisztotelész összehasonlításáról írt Trapezuncius, Arisztotelész mellett és Platón ellen, ezt is ugyanettől a szkriptortól származik, tehát ez sem itáliai munka, hanem hazai munka. Itt látszik vitéz bejegyzése a kódexnek a végéről, látszik, hogy 1470-ben olvasta, tehát ez egy új azonosítás. Itt néhány betűpárhuzamot mutatok, hogy a szkriptornak a jegyei, az etek azok nagyon jellemzőek, hogy nagyon-nagyon árulkodóak, hogy azonos kéztől származnak. Tehát ez egy szkriptornak a kis övrie hazánkban. Corvina, nem Corvina, vitéz környezetében készült a 70-es években. És amivel zárnám az előadást, az egy, megint csak egy új dolog, és talán még jelentősebb dolog, vagy hasonlóan jelentős dolog, mint vitéznek a személye e kódex kapcsán, hogy ki is volt az Ultima Manus, aki ezt végletesítette, ezt a kéziratot. A kulcsot nekem egy G betű adta, G betű szolgáltatta, amit most éppen, de igen, itt látható, egy nagyon érdekes G betű, ami itt is van, igen, elcsúsztott egy kicsit a vonalat, tehát amikor az alsó kurkot másik irányból kanyarítjuk, ez a G betű, és itt hoztam a párhuzamos helyeket. Hát ez egy breviárium, amiben találhatók ezek a bejegyzések, ráadásul nem is akármilyen breviárium, mert a hazánk egyik legszebb kódexe a Kálmácsai breviárium, Kálmácsai Domokos Székesfehérvári Péntosnak a breviáriuma ez, amit az Orszkában őrzünk. És abban látunk használói bejegyzéseket, tudjuk azt, Lau Judit mutatott rá arra, hogy a breviáriumban lévő bejegyzések azok között Kálmácsai Domokos saját könyvező bejegyzései, hogy Kálmácsai Domokos székesfehérvári nagypréposzt volt, és élete végén 1502-ben kalocsai érsek lett, és 1503-ban meghalt. Tehát kalocsai vonatkozással is van Kálmácsai Domokosnak. A New Yorkban őrzött kódexében megtalálható a saját kezűbeli bejegyzése, hogy 1481-ben írja bele ezt a kódexbe, az ő életének 49. évében, innen tudjuk azt, hogy mikor született. Tehát ez egy nagyon jó összehasonlítás. Lényeg az, hogy a Guido da Colomba kódexnek a Ultima Manus az egészen döbbenetes, de Kálmácsai Domokos volt, ami azért nagyon különleges és nagyon-nagyon furcsa és egy teljesen váratlan fordulat, mert Kálmácsainak ismeretes az egyházi norvégiek munkájának köszönhetően az egyházi pályafutása. Tudjuk, hogy Mátyás adminisztrációjában dolgozott, diplomata volt, pénzügyi szakember volt. És bizonyos értelemben meglepő ez a három díszkódex, ami úgy egyszerűen megjelenik és kiviláglik az ő életében, és fennmaradt tőle. A reneszánsz díszítése, tehát követve a más Mátyás udvarnak a kulturális törekvései teljes mértékben átvéve. A breviárium egyik oldalán még platonikus, a képi programban még platonikus lényeket is fel lehet fedezni, tehát olyan mértékben, de a bűvetségéről nem tudtunk, tehát ugye hogy lett ez egyáltalán mégis ilyen értelemben ki volt ez a Kálmácsai, most ez a kódex ebből a szempontból egy nagyon fontos új adalékot szolgáltat, hogy rámutat az ő szellemi
fejlődésére, hogy mi volt még a pályafutásában. Én 69-ben, ha jól tudom, akkor Esztergomi Káptalani tag is lett, tehát minden bizonnyal, hogy valahogy a Vitéz körüli műhelynek valamiféleképpen tagjává vált. Ilyen értelemben egy értékes kódexel van dolgunk, és nem utolsó sorban Kalocsai vonatkozása is van. Köszönöm.